Üdvözlöm Önöket ismét, mostra megpróbálom, hát ha a YouTube live szolgáltatás működni fog, alacsonyabb felbontás mellett, nem hagyja ki a hangjaimat ki, mint az előbbi videóban volt, hogy a mondatni valóból ki lehetek hagyva a hangom, az obszot átállítottam, lejavítottam a minőségét, most a eredetileg a bitrátája volt, neki 2500. Mit? Nem igaz, sajnos előbb a YouTube automatikusan indította a videóimt. Ez is sajnos, amit kicsit bezavaró lett a videónak, az a videónak az a lényege, hogy leteszteljem a YouTube Live szolgáltatást, hogy lejavítsam az audio bitrátáját 120-ra, majd a kép minőségét lejavítsam 1500 bitrátára, és kíváncsi vagyok, hogy egy megjegyzi a szerverük, vagy nem. Szerintem most sem nem fogja, mert egyezett állandóan oda-vissza leugrál a az indexe, hol egyszer jól zöldet világít, hol egyszer pirosat. A pirosat világít az azt jelenti, hogy nem jegyzi meg a hangomat, ha meg ha itt van 0 kilobit per szekundum, 316, én nem is lehet a YouTube világval még streamelni. Na most a kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni ez a videó. Mitől is le? Én nem szoktam tévét nézni különben, mert azt nem tudom, az olyan lekicsinyítő, az emberi agyat nem engedi el fantáziálni. Többet foglalkozok inkább a memóriafejlesztéssel. Memóriafejlesztés az olyan, hogy elgondolkozol valamit, csak gondolkozol, és csak gondolkozol, és nem zavaró tényezőkkel nézve, például tévénézés. Az igazi zavaró lenézés, valakiben gyönyörködsz. Közben meg lehet, hogy te is saját magad el tudod élni azt, amit ő ottan. Mindenkinek mi van maga stílusa, csak hagyni kell, hogy kifejlődjön. Nem itten rád erőszakol a tévé minden egyéb más szokást. Na mindegy, ez a téma egy másik videónak lesz. Hát ha addig nem fogja kihagyni a YouTube-i livestreaming a hangomat. Tudjátok nagyon, hogy a merevemezemre nem mentem le a videóimat. Nehogy megterheljem őket, nincs a terheimet kedvem rááldozni. Inkább így megpróbálgatom, lejavítottam most éppenséggel a videó minőségét. Hát ha lesz, ami fog történni. Most kipróbálom, most megállítom a videót, és majd meg visszanéz.